A Parádfürdőn található Cifra Istálló és Kocsi Múzeum 1880-ban épült. 1971 óta kiállítóhelyként is funkcionál, otthont adva ezzel a Kocsi Múzeumnak, ahol a kerék feltalálásától egészen a díszes hintókig kísérhetjük végig a kocsi készítés történetét. A Cifra Istálló a Mátra egyik égköve. Benne egyesül a múlt hagyatéka és a jövő fejlesztési lehetőségei is. Az épület megragadja a tekintetet, ami az egyedi kialakításának és tervezési megoldásainak köszönhető. Ez az épület 1880-ban Ybl Miklós tervei alapján épült. A Károlyi Györgynek volt ez egy nagy álma, hogy az itteni fürdőtelepen, ahol neki a kastélya már megépült, építsen egy olyan istállót, ahol egy mindentől kirívó épület legyen. Ebben megtalálták ezt a mostani formát, amit nem véletlenül hívnak Cifra Istállónak, hiszen egy hatalmas fagerendákkal, márványoszlopokkal, vörös téglával épült épület, amiben egy jó alakú elrendezés, amiben két oldalt istállók találhatók, középen pedig a mai látványossága a Kocsi Múzeum. A jelenlegi funkció szerint a boxokban a 8 magyar őshonos lófajtát mutatják be. A példányok közül néhány nemrég csikónak adott életet, így azok most elkülönítve nevelik a kicsiket. Tudni kell erről az istállóról, hogy 1971-ben a vadászati világkiállítás évében adták át, mint országos lótenyésztési felügyelőségnek, akkor csak országos fedezőmének voltak ebben az istállóban. Most már a 21. században járunk, megújult a lovasport, megújult a lótenyésztés, most már a magyar 8 őshonos lófajta van bemutatva ebben az istállóban. Ezek a lovak képviselik Magyarország lótenyésztésének az alapját. Ezen az egy helyen látják kedves látogatók ezeket a lovakat. A kultúráról pedig csak annyit, hogy mint régen mindig is elmondtuk, hogy lovas nemzet a magyar, szerették a magyar emberek a lovakat, most is szeretik a lovakat, és eljött az az idő, hogy újítottunk, finomítottunk, de igazából a gyökerek megmaradtak, ugyanazokat a lovakat tenyészjük, mint ezelőtt, sok évvel ezelőtt. Az a tapasztalat, hogy a sport terén ma már a díjugratás a népszerűbb, emellett a szakember szerint az a tendencia, hogy a hölgyek már nagyobb számban jeleskednek, és a hazai versenyzők szép eredményeket érnek el a nemzetközi viadalakon is. A Cifra Istállóban a kocsi készítés rejtelmeit is megismerhetjük. Régen tulajdonképpen még két dologé gyártották, a munka és a személyszállítás, ez volt a fontos kocsi gyártás lényege. Mai nap más sport, ez másfele vitte ezeket a munkákat, de ebben a teremben, öt teremből áll a Kocsi Múzeum, ebben a teremben a kocsi gyártás, a kerékgyártásról a készhintóig teljesen megtekinthető. Milyen eredeti szerszámok vannak még, a Bognárnak, a Kovácsnak, a Sattlernak, tehát itt mindenkinek megvan a saját szerszáma, végig lehet tekinteni teljes egészében a küllőgyártástól a ráhúzásig, minden feltalálható ebbe a teremben. Az idők során nagyon sokat változtak a hintók, fejlődött a fék, a kormányzás segítő rendszer, illetve ma már az alapanyagok is mások a versenyeken használt fogatoknál. A Kocsi Múzeumban igazi különlegességekre bukkanhatunk. Vannak érseki és hercegprímás díszhintók, valamint olyan konflisok, amikkel Budapesten valamikor még a taxizást oldották meg. Egyes fogatba, kettes fogatba, de ugyanúgy szerepel olyan hintó is, amiben az egri érsek például ő maga egyik helyről közlekedett, egy négyes fogattal, úgyhogy ez a hintónk is nagyon szépen fel van újítva, de viszont van egy Bécsben készült hintónk, amik a mai napig őrzi eredeti állapotát, erre nagyon büszkék vagyunk, mert ebből ez az egy van a világon, és ez itt van parádon. A legrégebbi egyébként egy 1800-as évekből származó hintó a közlekedési múzeum adatai szerint, hiszen a kocsik az ő tulajdonukat képezik. Azok, akik a Mátrába kirándulnak, mindenképpen érdemes útjukba ejteni a parádi Cifra Istállót.